A közép-európai régióban a megerősítés és a hátországi műveletek vezetésére, illetve a kollektív védelmi és válságkezelési NATO feladatokra jött létre a közép-európai több nemzeti hadosztály, amelynek parancsnoksága Székesfehérváron van. Májusban pedig új szintre lépett a NATO haderőben. Rengeteg mindent elértünk 2020. augusztusa óta. Alapvető különbség, hogy a parancsnokság státusza megváltozott, hiszen a Magyarország és Horvátország között létrejött egyetértési megállapodás alapján több nemzeti elemként kezdtük meg a munkánkat, azóta pedig már NATO parancsnokságként működünk. Ez óriási fejlődést jelent. Should declare a, full operation capability. a parancsnokság jelenleg mintegy 200 főt foglalkoztat, közülük 80-an érkeztek külföldről, akik családjaikkal élnek a városban. Székesfehérvárnak pedig fontos, hogy itt otthon érezzék magukat. Most már ők gyakorlati tapasztalatokról tudtak beszámolni, és azokat a kéréseket is meg tudták fogalmazni, hogy mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy ez a parancsnokság és az itt dolgozó katonák legyenek azok akár magyar, akár más NATO tagállamból érkező katonák, otthon is jól érezzék magukat, és a szakmai munkájuk elvégzése mellett felévári polgárokká is váljanak. A találkozón szó volt arról is, hogy a jövőben akkreditált nemzetközi iskolai oktatást hoznak létre ezzel is segítve a városunkban élő külföldi katona családok gyermekeinek oktatását. Mint azt Cserpolkovics András elmondta, Fehérvárnak nem csak katonaváros múltja miatt fontos az együttműködés, hanem a jelenlegi katonai biztonság elősegítése érdekében is.